25 éves fennállását ünnepelte a Nem csak a 20 éveseké a Világ Nyugdíjas Klub a Felsővárosi Közösségi Házban. A jubileumi ünnepségen Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere megköszönte azt a munkát, amelyet a város nyugdíjas közössége végez és végzett az elmúlt negyed évszázadban. Ez egy élő klub, az azt hiszem, hogy körülöttünk is látszik, illetve itt elnök asszony felsorolta csak az idei évnek a programjait, rendezvényeit, abból is látható, hogy nagyon sok mindenen az itt lévő emberek nem vettek volna részt, ha nincs egy közösség, amihez tartozhatnak ehhez a klubhoz, és ezen a klubon keresztül sok élményhez jutottak az elmúlt 2,5 évtizedben, vagy akár a 2022-es évben is, azon kell dolgoznunk, hogy ez így is maradjon. Az ünnepélyes eseményen emléklapokat is átadtak a város képviselőinek és a jelenlévő klubtagoknak. Emléklapot készítettünk természetesen minden klubtagunknak, és a képviselőtestület is megkapta az emléklapokat, és most egy kis vacsora következik, mert hát ünnepelünk, ugye, és hát ez ezzel jár, úgyhogy mi ezzel kedveskedtünk, hogy emléklapokat osztottunk ki nekik, és hát remélem, hogy továbbra is ilyen jó formában, és nagyon jó a kapcsolatunk, és minden, hogy így fogunk továbbra is tevékenykedni majd. Bognár Mária hozzátette, hogy az ünnepi időszakban is szerveznek majd különböző közös programokat, a délután hátra lévő része pedig az önfelett ünneplés jegyében telt, az egyéni fellépéseket követően a zene és a tánc volt a főszerepben, amellyel a klubtagok mindenkit emlékeztettek arra, hogy lehet bármilyen régóta fiatal valaki, tényleg igaz a mondás, miszerint nem csak a 20 éveseké a világ.